Katie Ford háza tengernél. Jó reggelt! Hol késnek már? Nem 9 órában maradtunk? Dugó volt a pályán. Na jó, akkor most nélkülem kell kipakolniuk. A dobozokon, bútorokon levő színes cédulák jelzik, hogy melyik szobába jön. Ezek. Jól megszervezte. Vegyék majd figyelembe. Rendben. És vigyázzanak a kerítését, nem... Úgy nézem, lesz itt még meló. Csak ne féltsen. Tényleg mennem kell. Vigyázzanak mindenre. Nem ez az első költözésünk. És ez is itt van. Oké. Vigyázzanak! A nappaliban van egy doboz. Jaj, ne! Vázákkal! Bocsika! Hisszük, hogy az ügyfelének ígért végkielégítés több, mint nagyvonalú, és ez az utolsó ajánlatunk. Megegyeztünk? Én azt hiszem, nem kellene elsietnünk. Kétségbe vonjuk, hogy a felmondás okát... Mr. Morgan esetében a gazdasági szükségszerűség adta. Ezt mire alapozza? Arra, hogy... Ja, igen, például... Arra, hogy értesüléseink szerint... Milyen értesülések? Elnézést kérek. Már ismerik a kolléganőmet? Sikerült megtudnia? Aláhúztam, ami fontos. Fogalmuk sincs róla. Igaz, hogy a gazdasági szükségszerűséget a belső szerkezetváltás okozta? És ez a váltás az adózatlan nyereséget 20%-kal növelte. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Nem hittem, hogy megduplázzák az ajánlatot. Köszönhetően a fantasztikus munkájának. És már jön is a következő esemény. Tudom, hogy nem akart búcsú ünnepséget. Gondolhattam volna, hogy ezt nem veszi figyelembe. Nehezemre esik, hogy elveszítem. Nem én találtam ki, hogy 60 felett nem dolgozhat itt senki. 60 év, és itt. A partnerek idejét múlt ötlete. Az ifjúság lendülete, harciassága és éhsége. És a sok éves tapasztalat. Kérem, ne nekem mondja. Nem vagyok partner. Örüljön, hogy nem kell többé ebben a nagy feszültségben élnie. Hallottam, hogy vett egy tengerparti házat. Egy vityillót. Nem engedhetem meg a városi lakást. Idillien hangzik. Minden jót, Anne. És köszönet a 25 évért, amit az irodánkban töltött. Minden jót magának. Egészségére. Isten áldja. Minden jót kívánunk. Igen, és a partnereink is, akik nem tudnak itt lenni. Egyik se? Mrs. Clark, közös ajándék. Hogy ne felejtsen el bennünket. Igen. Köszönöm. Sok szépet és jót kívánunk. Miss Darlingot, az utódját már ismeri. És magának is gratulálunk, Mr. Morris. Köszönöm. Maga is ünnepel. Maga is ünnepel valamit? Nem is tud róla. Mr. Morris mostantól üzlettárs lett. Éppen ideje volt. Igen, a jövő hónaptól. Nagyon várom, hogy együtt dolgozzunk. Kíváncsi vagyok, mi lesz ezután. Nagyon örülök. Gratulálok. Köszönöm. Szívből. Köszönöm. Sok sikerére. Ígyunk a sikeres jövőre. Köszönöm. Örülök, hogy sikerült. Köszönöm. Az együttműködésre. Köszönöm.
Szia, drágám. Na, kim vagy már? Igen, épp most értem ki. Rémes? Dehogy. A tengernél lakhatok, az jó. Tényleg? És ez kielégít majd? Jó, tudod. Rengeteg itt a tennivaló. Mi van a vizsgáiddal? Megvan az eredményed? Megvan. Letettem. Ezt csak most mondod? Gratulálok. Az átlagom csak 3-as. Nem semmi. Jó, de ezzel a jobb irodáknál nem is próbálkozhatok. Ez nem így van. Ugyan. Mindig azt mondtad, hogy ami 4-es alatt van, az semmit sem ér. Biztos nem így volt. Ilyen jeggyel minden a bemutatkozáson múlik. Most az az érzésem, hogy kellene egy kis szünet. Hé, gyere le hozzám pár napra. Nem is rossz ötlet. Szia. Van nálad valaki? Nem, ez csak Joe. És ki az a Joe? Ja, az új barátom. Szívesen lemegyek hozzád, akkor csütörtökön látlak. Jó, rendben. Szia, anya. Istenem. Hello. Segíthetek valamiben? Maga nekünk? Nem. Gondoltuk, jöjjön egy kis meleg vacsora. Mi? Köszönöm. Ó, bocsánat, még be sem mutatkoztunk. Birnbaumék vagyunk. A szomszédok. A körtefás szomszédok. Te meg a vicceid. Nincs is körtefánk. Magának Sophie és Mike. Anne Clark. Jöjjenek csak be. Szívesen. Köszönöm. Ide jó lesz? Oda jó lesz. Akarja, hogy megnézzem? Adja csak ide. A férjem a Wilsonnál főmérnők, az a hajógyár a túloldalon. Ért az ilyesmihez? Ha elunja magát, van itt egy nagyszerű templomi kórus, remek férfi hangokkal. Oh. Némelyik egyedülálló. Sophie, légy szíves. Ne, nem érdekel, nem tudok énekelni. Elég, ha a pasi tud. Na tessék, jó lesz így? Gyere, drágám, menjünk. Oh. Ha szüksége van valamire, jöjjön el. A kesztyű. Ja, a kesztyű. Bye-bye. Milyen? Elnézést a zavarásért, Anne. Lenne még egy kérdésem a Morgan eset kapcsán. Miről van szó? Nem emlékszik, hogy a fellebbezésnél szóba jött-e a 15-ös paragrafus? Természetesen. Kerestesse csak meg az utódommal. Hát, Miss Darling már nem dolgozik nálunk. Aha. Jobb ajánlatot kapott egy másik cégtől. Ja, értem. És most ott áll egyedül a Morgan eset befejezésével. Igen, sajnos. Tudja, milyen nehéz jó ügyvédet találni. Ja, jó és fiatal ügyvédet. Igen, igen. Nem segítene nekem, csak ennél az egyetlen ügynél. Na jó, lehet, hogy tényleg találok megoldást a problémára. Nagyszerű. És mikor tud jönni? Nagyon sok a dolgom. Mi lenne, ha maga jönne ide? A hétvégén jó lenne? A péntek tökéletes. Úgy dél körül ott vagyok. Nagyszerű. Viszlát. Köszönöm.
Szia, drága. De jó, hogy látlak. Mondd, hogy nem stoppolsz meg. Mi? Dehogy. Kedvünk a Joe járgányán lejönni. Szuper volt. Annyi mindent láttunk. Joe járgányán? Igen. Az új barátom, már meséltem róla. Imádni fogod. Ő az anyám, Ann. Hello. Ann anya. Hello. Végre megismerem. Oli áradozott magáról. Valóban. Magáról még nem igen. Mit mondhattam volna? Azt hajtogattad, koncentrálj a tanulmányaidra. Esküszöm, hogy így is volt. Ugyanis Joe kérdezett ki. Ja. De maga nem ügyvéd, igaz? Nem. Joe szörtesztákat készít, a legjobbakat egész Kaliforniában. Nem semmi. Anya, hagyd már abba. Inkább mutasd meg a csodaházikódat. Igazán, igazán ragyogó. Vigyázzad a kerék, és még csak... Idéglenes. Ha jól nézem, van itt más hiányosság is, he? Na, ne mondja. Itt lepakolhatja a holmikat. Oh, Skanky! Köszönöm, hogy nem dobtad ki. Kicsit keskeny lesz kettőtöknek. Megágyazok Joe-nak a fenti kanapén. Jó lesz ez is. Az én szobámban sem szélesebb az ágy. A függő ágyban is elalhatok. Ja, a függő ágyban. Mindenhová elviszi. Egy darabka otthon, idegenben. Még mindig megvan ez az ágy? Igen, persze. Minőségi munka. Csak nem tudom, hol állíthatom fel. A műhelyben van egy régi állvány, de akkor szabad ég alatt kell aludnia. Nem lenne az első alkalom. Ha szerencsém van, látok hulló csillagot, és teljesül egy álma. Igen. Ja, romantikus. Összeütök valamit. Köszönjük! Valami baj van? Ó, bocsánat, nem akartam zavarni. De kell még a tepsim. A tepsi? Nem. Nagyon finom volt. Ha kell valami migrén ellen... Közben nem, nincs migrénem, csak az van... Előfordult magával is, hogy nem lát valakit 40 éven át, és ott áll maga előtt, azonnal felismeri. Besszegő. És most azt kérdi, hogy tényleg ennyire megváltozott? Azt tudom, hogy megváltoztam. Jaj, nem mondja. Isten ilyen néz ki. 40 év nagy idő, és ha csak egy futó ismeretség volt. Talán a férfiaknak mást jelent az öregedés. Uh-huh. Hello. Hello. Joe, a szomszédom, Sophie. Aha. Megyek, futok egy kört. Mikor lesz kész? Az ebéd. Nekem még legalább egy óra kell, van ideje. Általában 5 mérföldet futok, de majd sietek. Ja. Viszlát? Igen, viszlát. Annyira mégsem lehetett futóismeretség. Hogy itt van? Joe már elment? Épp az imént. Joe! Drágám! Futni indultál? Igen. Isteni, nem? És olyan fit. Sophie, a lányom, Holly. Örvendek. Hello. Most már mennem kell. Minden jót, sok szerencsét. Nem, jó mulatást. Ja, ma lesz a kikötőben a Waterfront Fesztivál. Lesz zene, tánc és kagylóleves. Jöjjenek el mindannyian. Nem szeretem a kagylólevest. Ez jól hangzik. Persze, ott a helyünk. Remek. Hú.
Hol ismerted meg Joe-t? Egy szörftan folyamon. Az egyik tanár beteg lett, és ő ugrott be helyette. Ez nagy megtiszteltetés, mert ő igazi legenda a közösségben. Nem csoda. Elég öreg, hogy legendává váljon. Róla is le akarsz beszélni? Ahogyan mindenki másról is, akivel csak összejöttem. Mi is volt az oka? Hogy éretlenek. Hol az evőeszköz? Eddig nem tűnt fel, hogy apa pótlékot keresel. Anya, nem az az oka, hogy rajtam éled ki, hogy apa halála óta nem engedtél magadhoz senkit közel? Azt tetszett volna, ha helyettesítettem volna apádat valakivel? Dehogy tetszett volna. Korán jöttem? Nem, éppen időben. Gyere ide. Hey. Ki az az első ijeszthetetlen legenda odalenn? Az a Boston Whaler hajó. Az enyém. A házzal adták. Miért? Valami baj van vele? Ellenkezőleg. Ha már nem kell, szívesen átveszem magától. Köszönöm. Lehet, hogy még a szaván fogom, ha szükség lesz rá. Lezuhanyozom, jó? Anya, szállj le rólam, felnőtt vagyok. Hidd el, én is azt hittem a te korodban, de örültem volna, ha anyám néha rám szól, hogy állj, stopp! Nézd meg jobban. És hallgattál volna rá? Nem, de te nem lehetsz okosabb nálam. De jó meleg. Mi az? A boiler tönkrement. A felébe, de ide! Bocs, de rossz a boiler! Előbb is szólhatott volna. Jaj, drágám! Ó, ez krémsajt vagy majonéz? Krémsajt. Úgy nézem, maga allergiás lehet a tojásra. Ez igaz. Milyen jó a szeme. Ezt nekem nem is mesélted. A férfiak nem vallják be a gyengeségeiket. A tökéletes férfiak unalmasak. Nyugodtan pakoljon ki. Mégis mire gondol? Csontváz a szekrényben, exnejek, gyerekek, vagy unokák. Édesanyád igazi ügyvéd. Sosem nősültem meg, nem tudok gyerekekről. És ha kívánja, szívesen elhozom az erkölcsi bizonyítványom is. Nem, erre semmi szükség. Anya innentől jó fej lesz, és nem kérdez hülyeségeket. Hé, csak feltehetek pár kérdést. Hogyan képzeli a közös jövőtöket? Tervezi, hogy nyugdíjba vonul? Nem vagyok egy tervező típus, és korainak tartanám, hogy visszavonuljak egy ilyen házikóba, hogy a felhőket számolgassam. Nyugi, én se ezt fogom tenni. Mik a te elképzeléseid, anya? Egyelőre a házon dolgozom majd. Bizony, anya, birtok a birtok a birtok. Vannak jó szakemberei? Ja, természetesen. Oda nézd, Joe, ezt nézd meg. Hey! Oh. Fél mérfölde lejjebb van a Good Harbor Beach, az egyik legjobb szörf strand. Biztosan kölcsönöznek deszkákat. Ja, de szerintem az óceán kicsit hideg még. Egy igazi szörfösnek mit számít ez? Mire való a neoprén, ha? Ha, abszolút. Ebéd után kimegyünk. Jó. Salátát? Igen, kérek. Mondd, a mamád is szörfözik? Dehogy. Az a hippiknek való. Aha, oké. Okay. Miért? Csak mert valakire emlékeztet. De ő isteni szörfös volt. Aha, és volt között hozzá? Ő is az egyik tanítványod volt? Ah, nem. Futó ismerettség volt. Ráadásul réges-rég volt. Mindjárt legyek. Megyek! Nem is olyan hideg! Ja. Sajnálatos módon a hitelkérelemnél nem jelezte, hogy nyugdíjba vonul. Előnyugdíjba. Ezáltal a jövedelme jelentősen lecsökken. Az ügyvédek nyugdíja magasabb szokott lenni. Azt akarja a szememre vetni, hogy gyereket neveltem és sokáig dolgoztam félállásban? Nem, nem. Viszont
Magának is meg kell értenie engem. Mióta a hajógyárnál leépítés volt, óvatosabban bánunk a hitelekkel. Nem tudom, hogy mi köze egyiknek a másikhoz. A maga korában rövidebb időtartamot vagy alacsonyabb összeget javasolnék. Akkor nem tudom időben téliesíteni a házat. Rangsorolni kell a prioritásokat. Szerencsém volt. Átverték a munkások? Valami olyasmi. És maga? Már vissza is jött? Túl hideg a víz? Nem, ellenkezőleg. De Holly még pihenni akart, mielőtt elmegyünk a buliba. És maga? Sose alszik? Sokat meditálok. Így csak 5 óra alvás kell. Más öregkori álmatlanságnak hívná. A rátermettség jól jönne az Eres csatornának is. Jöjjön le! Majd megcsinálom. Ha! Ragaszkodik hozzá. Tartsa erősen, még nem szólok. Rendben. Van, amit az életben ketten kell megcsinálni. Ó, a tető sem tűnik már esőállónak. Próbáljunk egyszerre egy dologra koncentrálni. Rendben. Jó. Előbb a rögzítő legyen stabil. Jó. Tartsa meg addig. Egy ütés elég is lesz. Jó. Ez volt a nagy ütés. Meg akar ölni? Hm? Elnézést. Már stabil. És ha kellek még, akkor állok rendelkezésére. Majd hívom a szerelőket. Ahogy gondolja. Mi történt velük? Mások a prioritásaik. Túl drágák? Viszlát, Joe. Minden rendben? Igen. A legnagyobb rendben. Na, végre, hogy itt vagy. Gondoltam, amíg anya odakint ügyködik, kihasználhatnánk a lehetőséget. Azt hiszem, hogy a mamád már végzett odakint. Valamit hallottam lentről. De édes vagy. Igen. Komolyan félsz, hogy rajta kap minket? Egy kicsit. Várjuk meg, míg elmegy bevásárolni, vagy valami. Jó, te gyáva nyúl. Öröké a tiéd, Joseph. Ó, ezek a régi képek rólad és apáról. Nem, ezek a lezárt akták papírjai. Ezt nem kell. Apádról itt vannak a képek. Joe, hol van? Elaludt. Aha. Olyan boldognak tűntek. Azok voltunk. Mondd, direkt vártál olyan sokáig mindennel? Hány éves voltál, mikor összeházasodtatok? Több mint 30. Hát így volt jó, hogy apáddal előtte még élveztük az életet. Aha, szóval neked is megvolt. Neked is voltak előtte még Joe-id. Joe? Persze, hogy voltak Joe-k. Neked is csak egy a sok közül, akivel elcicázgatsz.
Nem, nem így értettem. Viszont ti ketten valóban ragyogtok. Édenész, itt ragyogtunk csak igazán. Nagy kár, hogy Kár nem érte meg, hogy mi lett belőled. Köszönöm, hogy mellettem voltál, miután, amikor már, hogy mindig támogattál engem. Jó van. Jó. Jó. Nincs semmi baja? Segítsek valamiben? Nekem? Nem. Minden oké. Szólja Colinak? Csak azt ne! Ez gerincsérv. Ezt ismerem. Gyakran előjön? Nem. Én nézze meg a fürdőben. A piperetáskában van egy zöld tubus. Abban van a krém, ami kellene. Már is. Szemránc krém. Igen, melegen ajánlom a márkát. Hajnövesztőszer, a remény hal meg utoljára. Mondom, a zöld tubus. Ó, potencia növelő. A kék tabletta? Zöld tubus! Tessék. Köszönöm. Ha ennyire rossz a helyzet, akkor műteni kellene. Nekem segített. Kösz a tippet. Ez már nekem is eszembe jutott. Vagy azt hiszi, hogy a szörföléstől van? Csak nem tartott soká. Adja, majd én. Jó így? Jó. Igen, nagyon jó. Egy alkalom nem lesz elég. Azt hiszem, be kell avatni a holit. Én nem csinálom még egyszer. Kár! Tessék? Régen nem kaptam ilyen jó masszást. Azóta, hogy... Mire gondol? Semmi. Csak nem fontos. De azért nagy pazarlás, hogy ennyi tapasztalat parlagon hever. Vagy talán... Kész. Ismét elmondom, nem leszek a személyi masszőrje. Nem vállalom a lányom szeretőjét. Mégis mit gondol? Egyrészt ez érthető. Másrészt nagy kár. Megjöttek Birnbaumék. Hello. Megyek. Jó napot. Hello. Hé,
még sosem láttalak ilyennek. Anya, elbűvölő vagy. Jaj, hagyd ezt. Induljunk már, jó? A fesztivált már több mint 50 éve rendezik. Először a régi időkre emlékeznek. Még a Bee Gees is járt itt. Tényleg? Igen. Anya, te tudtad ezt a szexi csípőmozgást, nem emlékszel? Istenem, ne csináld. Barry Gibb olyan szexi volt. De ezt csak halkan mondom, mert Mike féltékeny lesz. Mike, hol vagy már? Én Barryről meséltem Ennek. Megmondtad, mindjárt ideges lesz. Mike? Mike, mi van már veled? Mike Birnbaum, nem vagy jól? Minden rendben van, jól vagyok. Jól van. Oda nézd, milyen cool! Ez egy beach party akar lenni? Gyere, Joe, mutassuk meg nekik. Óvatosan a csípőjével. Hozok valamit inni. Cider felessel? Igen. Nekem is, de feles nélkül. Egyesen táncolnak. Egészségünkre? Cheerio. 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 Felkérjem anyádat? Jó, én majd kimegyek. És mit csinál? Kérhetek egy számot? A Night Fever. Oké, felteszem. Most maga jön. Nem, ezt nem tehetem volna, vagy nem? Ez a Night Fever. Nem csinálok majmot magamból. Ugyan, nálunk az a majom, aki nem táncol. Gyerünk! Én sem mondhattam volna jobban. Istenem, milyen erős. Emlékszel még rá? 1, 2, 3, 4. Szia, Holly! Táncolsz velem? Jó. Ő az anyám. Ez igen. Megjó. Jól tolják a szüleid. Az nem az apám, csak a család egy barátja. És tényleg orvos vagy?
Bizony az. Inkább még egyetemistának néztelek volna. Sajnos a betegeim fele is ezt gondolja rólam. De én már korán tudtam, hogy mit akarok, és gyorsan el is végeztem. Szuper. Jó lenne, ha én is tudnám, mit akarok. Azt hittem, befejezted a jogot. Igen, de vajon ezt akarom életem végéig csinálni? Próbáld csak meg. És ha mégse, akkor még mindig... Mi lenne az alternatíva? Nehéz eset, mi? Nem reménytelen. Tudom, orvos vagyok. Vicces volt, hogy Steve azt hitte, te vagy az apám. Mi? Ezt nem is hallottam. Ja, ez nem először fordul elő veled. Tulajdonképpen ki ez a Steve? Egy srác a faluból, de nagyon rendes. Rendes? Na, csak találkozzak vele a sötétben. Ismerek valakit, aki egy ilyen után vérző orral feküdt a homokban. És ki mondta, hogy nem csak elbotlott? Annie. Annie, vigyázz, Joe! Anya nem szereti a beceneveket. Nem ám. Oh, bocsánat, akkor inkább felejtsük el. Hm? Pontosan. Jobb, ha elfelejtjük. Rendben. Talán nem kellett volna ennyit én. Ja, ez igaz. Azonnal jövök, Holly. Mit akarsz? Holly, hol van? Alszik. Bejöhetek egy percre. Muszáj most? Mikor máskor? Amikor Holly is látja. Várj egy kicsit. Miért mászkálsz itt félmeztelenül? Nem vagyunk Kaliforniában. Köszönöm. Miért nem szóltál, hogy te vagy az Annie? Miután te nem ismertél fel, Joseph? Vagy már nem is hívhatlak így, mert nem akarsz emlékezni a múltadra? Felőlem úgy hívsz, ahogy akarsz. Csak ne Holly előtt. Mert rájön, hogy annyi idős vagy, mint az anyja? Nem. Tudod, miért nem ismertelek fel? Mert megváltoztam. Veled ellentétben. Te még mindig kőképű vagy. Persze, megváltoztunk. Én is. Ez természetes. De azt hiszem, hogy te itt öregedtél meg, idefent, a fejedben. Amiről beszélsz, azt egy értelmes ember tapasztalatnak hívja, tudod? Én azt mondom, hogy hiányzik az életedből az öröm. Hagyj engem békén. És a lányomat is. Hát, ez már késő. Én nagyon kedvelem Hollyt, és nem akarom megbántani. Mondd, Annie, nem lehetne ezt méltósággal kezelni? Fura ezt a szót a teszádból hallani. De igen, Holly elkövethet hibákat. Mikor mentek el? Hétfőn lelépünk. Addig csak kihúzzuk. Ez a mai nagyon jól sikerült este volt. Rég mulattam ilyen jól. Jó itt. Jó itt. Igen, halló. Halló, remélem nem ébresztettem föl. Nem, persze, hogy nem. Szólni akartam, hogy korábban ott leszek. Kb. Egy óra múlva érkezem. Egy óra múlva? Mármint rendben, akkor várom. Rendben, viszontlátásra.
Jó, van egy problémánk. Van egy problémánk. A régi vagy valami új? Másnaposság ellen? Ja. Kaphatok én is? Na-na, van bőven. Köszönöm. Mi a probléma? Egy óra múlva jön a volt főnököm. Az irodában van egy állás, és szeretném, ha Holly-t venné fel. Emlékszel? Ex. Elfelejtettem, hogy ez milyen rossz. De használ. És Holly profi benyomást kell, hogy keltsen. Jól hallom, hogy én itt zavarok. Látom, kitisztult a fejed. Holly nem szólt a találkozóról. Hát, mert nem is tud róla. És szeretném, ha egy csapat lennénk, a kedvéért. Ez azért fura. Miért nem mondod meg neki egyenesen? Neki kell eldöntenie, hogy akarja-e, és ha igen, hogyan csináljuk? Miért nem mondtad, hogy Leonard idejön? Vagy a telefonon? Féltem, hogy el se jössz. Vagy lelépsz, mert azt hiszed, manipulálok. És nem lett volna igaz? Nem. Azért akarod, hogy felvegyem, mert félsz, hogy nem lesz munkám. Tudod, szeretném, ha a legjobb ugródeszkáról indulnál. Legjobb ugródeszka? Az az iroda, amit kitett téged, mert megöregedtél? Jó, rendben, bár ez téged egyáltalán nem érdekel. Anya, igenis érdekel. Ezért viselkedsz furán. Drágám, a jövődről van szó. Anya, elboldogulok, találok valamit, csak adj egy kis időt. Bocsáss meg, Holly, de nincs több időd. Nem tudlak már támogatni. A nyugdíj, a ház, nem marad semmim. Sokat segítenél, ha tudnám, hogy már sinem vagy. Jaj, anya. Miért nem ezzel kezdted? Mert nem tudtam, hogyan. Te nem találsz szavakat. Szóval tűnjek el innen? Csak pár óra lenne. Leonard ma este visszamegy. Menj el kirándulni egyet. És ha nincs is hozzá kedvem? Kérlek. Csak mert zavarok a nagy susmusolásban? Nem, nem. Tudod, Leonard nem miattam jön, hanem anya miatt. Azt hiszem, tetszik neki. Az a fajta pasi, aki csak akkor vesz észre valakit, ha már nincs kéznél, nem csak az irodából hiányzik, hanem... Érted már? Azt hiszem, már most nem bírom. Azt hiszem, jó esélye van nála. És nagy kár lenne, ha anya egyedül élné le az utolsó éveit. És ki tudja, ha te itt vagy, azt Leonard félre is érthetném, mint tegnap is, hogy van köztetek valami. Mert túl öreg vagyok hozzád. Te szégyelsz engem? Nem. Csak nem szeretném, ha Leonard mást gondolna. Te aztán az anyád lánya vagy. Kérlek. Nem akartalak megbántani. Jól van. Már itt se vagyok. Hello, Leonard! Hello! A lányom, Holly. Aki véletlenül épp itt van. Ja, igen, Holly. Hello. Örvendek. Holly, épp most végzett a jogon. Tényleg? Melyik egyetemen? A UCLA-en. Az nem rossz. Jöjjön csak be, mindjárt kezdhetjük is.
Elnézést. Ezt nem a felesége hagyta itt az este? Ja, de köszönöm. Szép napot. Holly, beszélgetnél kicsit Leonarddal? Csak gyorsan kezet mosok. Főzek egy kávét? Ó, nagyon köszönöm. Gondolkodott már, hogy milyen területre specializálódik? A munkajogra gondoltam, mint anya. Á, értem. És a nyugati parton maradna? Nem feltétlenül. Végül is minden nagyobb iroda a keleti parton található. Itt nagy a konkurencia a szabad helyekért. Válogathatunk a legjobb jelentkezők között. Tudom, és anyu is tudja. Nem is tudtam, hogy rockerek is vannak erre. Úgy látom, újabb látogató. Mondd, mit keresel már itt? Nézd, megtaláltam. Ez meg kicsoda? Egy ismerős, olyan barátféle. Kértem, hogy legalább 2 órára tűnj el. És még nem járt le? Maga biztosan Leonard. Enni sokat mesélt magára. Valóban? Igen. És maga ki? Joe vagyok. Enni régi barátja, Kaliforniából. Valamikor együtt jártunk... tínédzser korunkban. Most már csak évente párszor találkozunk. Igen, de olyan az, mint valaha régen. Enyhe túlzás. Szia, Holly. Nem is köszöntött Joe bácsit egy csókkal? Talán később Joe bácsi. Leonard, jöjjön, megmutatom a házat. És megbeszélhetjük az ügyet is. Mit csinálsz? Mondd, miért csinálsz hülyét magadból? Ki akart tőlem egyik percről a másikra megszabadulni? Azt hittem, hogy megérted. Azt látom, hogy egy nagy műsort rendeztek. Gondoltam, én is beszállok. Ezt a marhaságot. Ember nem hiszi, hogy ti ketten együtt jártatok. Leonard elhiszi. Azt megértem, hogy anyára hajt, de te, téged nem értelek. Mit akarsz te, Joe? Nem is tudom. Úgy érzem, hogy nagy hibát követtek el. Te meg az anyád. Én is csak egy hibát látok. Ma éjjel alhatsz a függő ágyadban. Talán még csillaghullás is lesz. Tehát a 15-ös paragrafust kell kihasználni. Pontosan. Követelje, hogy Morgannek adják vissza az állását. Ezzel növeljük a kockázatot? Nem. Inkább biztosra mennék. Az ügyfél vagy a partner nyeresége fontos. Ha így gondolkodik, miért segít nekem? Pillanat. Tudom. A lánya miatt? Megfelel a követelményeknek. Fiatal, kemény, harcias. Ezzel magára emlékeztet. Gondolja? Jó. Egyetértek. Maga segít nekem, és meglátom, hogy mit tehetek érte. Ennél? Mi lesz maguknál ebédre? Mit szól hozzá? Szép helyen van, nem? Meg kell vallja, amit jó lehet élni. Bármikor meglátogathat. Legközelebb nagyobb lesz a csend. Jövök is. Szívesen kipróbálnám a csónakot is. Imádom a motorcsónakokat. Jó. Előkészítem a Morgan aktát. Magára hagyhatom egy kicsit? Hogyne? Jó. Mit gondol? Ahelyett, hogy unatkoznánk. Mit szólna egy kis csónakázáshoz? Nem unatkozom. Oké. A víz nem való mindenkinek. Joe! Neked? Várjon meg! Meggondoltam magamat. Sophie, hello. Lenne kedvük ma este átjönni hozzánk? Maga, Holly és Joe. Mike szeretne kerti partit rendezni.
Nem is tudom. Jaj, ne mondjon nemet. Tegnap is milyen jó volt. Mike-nak ma is rossz a kedve. Biztos felvidítaná, ha átjönnének este. Na jó. Meglátom, mit tehetek. Nagyon jó lenne. Jó. Viszlát. Viszlát este. Mondja, tényleg ismeri Ant fiatal korából? Az egyetemről? Igen. Őszintén hittem, hogy megnyeri a szörfvilágbajnoki címet. Ki, Ant? Sose látta még a vízen, mi? Amikor a dagállyal megjöttek a hullámok, úgy lavagolt rajtuk, mint egy istennő. Szomorú nap volt, amikor feladta a deszkát. Ó, gondolja. Ennélkül a világ jó néhány precedenssel kevesebb lenne. És igazam. Aminek elsősorban maga látta aztát. És a végén simán ejtette, valami hülye szabályrend miatt. Sokszor eltöprengek, hogy nem kellene változtatni ezen. Csak azt ne. A legjobb, ami történhetett, hogy kirakta a szűrét. Hogy érti ezt? Hát nem érti. Nem Ann öreg az irodához, maga meg az iroda miatt öregedett meg. Á, szóval azt hiszi, bebeszélheti neki, hogy megint 20 éves. Ez hülyeség, ennek több esze van ennél. Mondja maga. Oh. Majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaza. Forduljunk vissza, semmiket nem tovább beszélgetni. Rendben. Mi a fenét csinál? Sose vezetett még motorcsónakot? Hagyja ezt a rallizást! Engedjen ide, majd én! El a kezekkel! Hagyja! Leonard! Holly! Holly! Mi van? Hívj orvost! Ugyanis Leonardot baleset érte a hajón. Mit csináltál? Semmit sem csináltam. Vigyázzatok Leonardra! Ismerek egy orvost, elmegyek érte. Tessük le oda a kanapéra. Óvatosan. Leonard! Leonard! Megismer engem? Tudja, hogy ki vagyok? Egy istennő. Istennő. Istenem, nagyobb a baj, mint gondoltam. Hány ujjat át? 20. Még mindig úgy nézel ki, mint 20 évesen, mindegy, mit mond. Nem mondtam neki semmit. Jobb is, ha így marad. Ahó! Ő itt Steve. És hol van a doki? Én vagyok az orvos. Kérem, engedjenek a beteghez. Maga az orvos? Mr. Morris, ugye? Dr. Burstein vagyok. Érti, amit mondok? Igen. Belevilágítok a szemébe. Ne ijedjen meg. Mr. Morris a sokk után magához tért. Abból indulok ki, hogy enyhe agyrázkódása van. Szerencsére. De nyugalomra van szüksége. Semmi stressz, nem utazhat, semmi izgalom. Mennyi ideig? 2-3 napig. Kiürítjük a vendégszobát. Nem gond, Joe úgyis a függőágyban alszik. Én meg majd itt a kanapén. A függőágyban? A te gerinceddel? Gerinc problémád van? Igen. Már vagy 10 éve. Vagy még régebben. És szemránckrémet használok. Hajnövesztőt. De egyik se használ. Kösz, hogy azonnal kijöttél. Nagyon szívesen. Úgy tűnik, érdekes viszony fűz a család barátjához. Igen, egy régi barát. Mármint anyámé. Amolyan nagybácsi féle. Értem. De miért fontos ez neked? Nem akartam hülyének tűnni, amikor megkérdezlek, hogy találkozzunk-e ma este. Ez már a kérdés volt? Igen, azt hiszem. Szívesen találkozom veled. Igen? Igen. Oké. Okay. Akkor majd hívlak. Kényelmesen fekszik? Nagyon köszönöm.
Lemondom a kerti partit, és itt maradok maga mellett. Ez nagyon kedves, de nem szükséges. Zúg a fejem, de Dr. Bernstein adott altatót, úgyhogy csak aludni szeretnék. Ahogy gondolja. Nem baj, ha egyedül hagyom? Nem baj. Nem, amarra. A másik irányba. Így? Igen, így jó. Ez nem jön össze. Leonard átaludsz az egész éjszakát, úgyhogy mehetünk Birnbaumékhoz. Bocs, de én inkább itthon maradok. Más programod van? Igen, ugyanis össze akarom rakni a jelentkezésemhez az anyagot. Ez persze fontos. Utána megsétálok egyet, hogy kitisztuljon a fejem. Értem. Gondolom, engem nem akarsz magad mellett tudni, tehát itt maradok. Dehogy is. Nem akarok további malőrt a házban, a távollétemben. Te felem jössz. Oké. Sajnálom a történteket. Totál idiótaként viselkedtem. Ez igaz. Többé nem fordul elő, ígérem. Azt ajánlom is. Nem lehetett könnyű bevallani a gyengeségeidet. Nem volt, de be kellett. A potenciál növelőt elfelejtetted. Mert arra mostanáig nem volt szükségem. Ez tényleg igaz. Hello. Jó, hogy megjöttek. Igen. Hello. 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 De jó. Tessék. Köszönjük. A hello. Munkahelyi baleset. Régen történt. Tessék. A zongorázás nem megy olyan jól, de grillezni még jó. A húsnak kell még egy kicsi. Van virsli, de zöldségféle is. És persze homár. Igen, az üdvözlő ital. Köszönjük. Mindjárt kész vagyok. Mit szólnának egy kis játékhoz? Mondjuk a... Ki ismeri jobban? Sose játszottam, hogyan kell? Egyikük... Üljenek le. Bocsarongyom. Egyikük feltesz egy kérdést, valami személyeset, és a másik válaszol. A helyes válaszért egy pont jár. 10 kérdésük van. Az a pár nyár, aki jobban ismeri a másikat, annak lesz a legtöbb pontja. Olyan jól nem ismerjük egymást. Azt hiszi? Próbálják csak meg. Jó, rendben. Kezd el te. A kedvenc színem? Narancs. A kedvenc állatom? Golden Retriever. Kedvenc fagyim? Mango. Anyám keresztneve? Elizabeth. A születési helyem? Szemétdomnak hívtad, de Poughkeepsie-re gondoltál. Mi akartam lenni kölyökként? Előbb űrhajós. Aztán orvos, miután a mamád meghalt rákban. Mennyi ideig jártunk? 7 hónap, 23 nap és fél éjszaka, amikor is eltűntél. Az nem számít. Nekem számít. Akkoriban minden perc számított. Mikor jöttem rá, hogy beléd szerettem? Az első együtt töltött éjszaka után? Nem, hibás. Amikor kimentetted a srácot a vízből. Nem emlékszel rá? Dehogy nem, de az jóval előtte volt. Ja, annyival korábban kinéztél magadnak. És nem adtad könnyen magad. Na és mitől félek a legjobban? Szabad? Arra! Mi van már? Rettegsz mindenféle rákkal! Ne, tüntesd el! Tűnj el innen! 9-ből 10 jó. Ez igen meglepő. Mennyi ideje nem találkoztatok? Hát, akkor most maguk jönnek, Michael. Most nem jó, most nem érek rá. Kérdezzen engem, én mindent elmesélek rólad. Mit szeretne Mike a jövőben? Mike addig szeretne a hajógyárban dolgozni, míg lábbal előre nem tolják ki az irodából. Igazam van? Jaj, ez olyan gyerekes dolog. Játszogassatok egyedül tovább! Mike, mi a baj? Elnézést. Mike! Jaj, hagyd már! Mike, nem hagyhatsz csak úgy ott minket! Hagyd békén!
Nem hagyom magam kikérdezni, mint valami kisomodás. Kapcsoljuk ki a sütőt, és menjünk haza. Rendben. Föl lett a levegő. Remélem, nem lesz vihar. Úgy látom, ez izgat ma este a legkevésbé. Tudod, elhatároztam, hogy bekerülök Leonardékhoz, de valahogy olyan számítónak érzem, olyan, mintha már az anyám lennék. Komolyan? Nekem anyád nagyon jó fejnek tűnik. Igen, jó fej, de mindent ellenőrizni akar, főleg engem, és úgy érzem, én is kezdem már utánozni. Értem. De te már észreveszed. Nem ez az első lépés, hogy jobban csináld? Hatalmas elvárásai vannak velem szemben. Próbáld a jó oldalát nézni. Bízik benned. Bocs, én... Ne ragudj, azt hittem. Nem voltam egészen őszinte. Joe az én barátom. Ó. Oh. Bocsánat. Holly! Segíthetek? Tartsd meg, légy szíves, hogy meg tudjam itt húzni. Jó. Legalább ezt sikerült jól összehoznunk. Igen, egy időben csomó dolog volt, amit összehoztunk. Nem csak egy hülye lepedőt feltenni. Igen, de ez egyszer csak kevés lett. Te annyi mindent akartál még. És mindent hihetetlenül gyorsan. Nem én voltam, aki megcsalta a másikat. Mi? Talán én? Betty? Az, Betty, az nem számít. Próbáltam is megmagyarázni neked. Megbántottál. Cserélhetőnek éreztem magam. Bántani akartalak, mert féltem, hogy te fogsz megbántani. Fiatalok voltunk. Megijedtünk tőle, hogy mibe keveredünk. Én kipróbálnék valamit, ami nem jött szóba Sophie játékában. Igen? Gyönyörű vagy. Köszönöm. Az első alkalommal se voltam ilyen ideges.
Ne. Figyelj, ez másnak néz ti ki, mint a... Ti ketten a hátam mögött ezt... Oli, én szeretném elmagyarázni neked, de... Sajnálom, Oli, de... Úgy néz ki, hogy tényleg az a seggfej vagyok, akitől anyád úgy féltett. Belőled ki is néztem, hogy ilyet csinálsz, de tőled, anya... Miért? Csak hogy bizonyíts nekem. Nem. Azt hiszem, hogy anyád magának is bizonyított. Pofa be! Veled amúgy is végeztem. Joe, hagyd, majd én. Holly, tudom, hogy ez meglepő lesz számodra, amit most mondok, de hidd el, Joe-val mi tényleg 40 éve ismerjük egymást. Régen mi egy pár voltunk. És ezt csak most mondod? Nem tartottátok fontosnak, hogy elmondjátok nekem? Elképzelni se tudod, hogy milyen kínos volt. Kínos? Neked volt kínos, anya? Mit gondolsz, én mit érzek? A lányod vagyok! Holly, most hova mész? Hagyj békén! Holly! Holly! Anne! Maradj itt! Nehogy utánam gyere, látni sem akarlak többé! Semmi értelme. Kell neki egy kis idő. Itt fogsz aludni. Jó hét. Jó hét. Szia! Jól vagy? Mi történt? Adsz egy száraz töröl között? Ja, persze, gyere be! És itt alhatok ma éjjel. Jó lesz a betegek hordágya is. Az kell a macskámnak. De hogy gyere csak be! Köszönöm. Elnézést kérek. Semmi baj. Sok itt még a tennivaló. Az fix. Csak hogy a munkások sokba kerülnek, amit ez az előnyugdíj nem nagyon fedez. Hajd ez, Joe. Hogy érti ezt? Az az érzésem, hogy ennek az ügyvédnek kell egy ügyvéd. Hajd ezt abba. Elég bajt okoztál már. Mindjárt hozom a reggelit. Nagyon köszönöm. Mégis miért esik nehezedre megmondani neki, hogy mi a helyzet? Mert ez az én dolgom, Joe. Az enyém. Miért nem képviseled a saját ügyed? Ne becsüld le magad ennyire. Kell lesz neki, mert ezerszer jobb vagy nála. Az én Annie nem hagyta volna, hogy így bánjanak vele. A te Annie-d? A te Annie-dnek meg kellett tanulnia, mit ér egy egyedülálló nő. A te Enid felnevelte a lányát, és meg kellett gyászolnia a férjét, és kifizetni az adósságát. A te Enid beállt az első helyre, ahova felvették. Tudod, milyen nehezek voltak a hétköznapok? A munka és a gyerek.
Nem. Onnan tudnád, te soha nem vállaltál senkiért felelősséget. És most mindent elrontottam. Nagyon sajnálom, hogy... A legjobb lesz, ha összecsomagolsz. Ezt nem mondod komolyan. De! De! Te meg honnan jössz? Szerencsé, hogy nem esett bajod. Hol voltál, Holly? Steve-nél voltam. Steve-nél volt. A dokinál, aki most tette le a jogsit. Vidd előd nyugodtan! Steve embereket gyógyít, nem pedig bánt. Oda költözöm hozzá. Aha, értelek. Érted? Nem értesz te semmit! Nem sietünk el semmit, mert vannak rossz tapasztalataim. Ti meg csak beszéltek róla, de mégis mire volt jó nektek a nagy tapasztalat? Jól van. Megyek csomagolni. Ann! Nem látták valahol Mike-ot? Nem, miért? Mi történt? Most próbáltam hívni a munkahelyén. És azt mondták, hogy már nincs ott náluk. Mert őt is elbocsátották. Nagyon sajnálom. Biztos ettől volt olyan szomorú. Csak azt nem értem, hogy miért nem mondta ezt el nekem. Megkeressük. Menjünk a motorral. Hol kezdjük? Menjünk a kikötőbe. Oda néz. Sophie rájött, hogy mi történt. A fejét homokba dugja, és reméli, hogy valahogy megoldódik minden, az semmit sem ér. Higgy el, tudom, mit beszélek. 20 év után megint dohányzom. Annyira félek, hogy csalódást okozok neki. Csak akkor csalódik, ha maga feladja, mert szereti. És az még nem a világ vége. Ha valaki 60 évesen munkanélküli lesz. Nem csak munkanélküli lettem, hanem felmondtak. Ha belegondolok, mi mindent tettem meg a cégért. Például ez is. Mindegy is. Jönnek ezek a tejfölös szájúak, ezek az iskola kerülők is kitalálnak egy hamis indokot, hogy megszabaduljanak tőlem. Ha ez igaz, az ellen tehetünk valamit. Na? Jobb a feje? Ó, már sokkal jobb. Mi történt itt? Valamiről lemaradtam. Sok mindenről. Most nekem kell a segítsége. Miről van szó? A szomszédomnak jogtalan indokkal mondtak fel. Igen, most olvastam róla, de a hajógyárnak nem megy túl jól. Fellebbeztem. Holnap délután lesz a békéltető tárgyalás, de nem lesz könnyű ügy. Hadd nézzek bele. Nem reménytelen. Ki lehet hozni belőle egy komoly végkielégítést. Csak hogy nem végkielégítés kell. Vissza akar menni. Az ő korában reálisan nézve érje be azzal, ami van. Mert a maga fajta azt hiszi, hogy a 60 évesek semmit nem érnek? Nem így értettem. Nézzem magára. Ez az előnyugdíj nem Isten áldása magának. Ezt komolyan mondja. Tudja mit? Ajándékozza meg magát az előnyugdíjjal.
Lemondok a segítségéről. Holnapig nem tudja átnézni ezt a rengeteg iratot. Nem fog menni. Igaz. Anne? Te mit csinálsz? Lelépek, ahogy mondtad. De hogy kivételesen hasznosíts magad. Gondoskodj róla, hogy ne halljon éhen. Oké. Jó reggelt. Jó reggelt. Holly itt van? Szólok neki. Szia. Szia. Hogy vagy? Már jobban. Nem tudom, meg nem történt éten, és tudom, hogy látni se akarsz, de... Holly, segíts nekem. Sürgős. Nem magamnak kell. Mike-nak. Ha-ho! Anne! Éhes vagyok. Időtartamokat Mike kárára változtatták meg. De csak azért, mert a szerződés nem felel meg a munkajogi változásoknak. Sose frissítették? Direkt? Lehetséges, de további bizonyíték kell. Beszélek Mike kollégáival. Jó ötlet. Belenézek a szerződésekbe. Bár lenne rá idő. Majd hívlak. Jó. Hagy üzenetet a sípszó után. Remélem, van valami terve. Hogy ne lenne. Azt hiszem, hogy ez a végkielégítés több, mint fair, Miss Clark. De mi nem fogadjuk el, Miss Darling. Csak az alkalmazást határozatlan időre szóló életkor nélküli szerződéssel. Érdekes feltétel. De milyen alapon? A szerződésében van egy idejét múlt feltétel. De ettől még nem érvénytelen. Tudja, meglepőnek tartom, hogy egy vezetőség, aki mindig napra kész, elkövet egy ilyen hibát. Talán akarattal. És van bizonyítéka? Ennyi volt? Tudtam, hogy semmi értelme. Az asszisztense? A partnerem. Aki rájött arra, hogy számtalan ilyen szerződés van még. Tavaly 15 alkalmazottat bocsátottak el az elavult záradék alapján. És ez csak a kezdeti eredmény. Napoljuk el ezt a megbeszélést, hát ha találunk még. Nélküled simán végem lett volna. Hülyeség. Biztos volt egy ász a kalapban. Nem. Te voltál az egyetlen ászom. Ahogy mindig. Köszönöm, hogy túlélted mellettem. Jaj, hagyd már. Jó érzés volt a partnerednek lenni. De anya... Meg kell találnom a saját utamat. Nem bánod, ha most kiszállok? Ki is kell. Hm? Boldogulok. Kész őrület! Nem hittem volna, hogy létezik még ilyen.
Őrület! Ezt meg kell ünnepelnünk. Nálunk a kertben. Pesgő, gin tonik, amit akarnak. Nincs ellenvetés, lemondást nem fogadunk el. Értettük. Köszönöm. Köszönöm. És hozzá egy ott is. Már nincs itt keresni valója. Értem. Maga jobban van? Igen. Megnyerte az esetet? Újra felvették. Butaság volt, hogy kételkedtem magában. En, szeretném visszacsalni magát. És mi van a korzáradékkal? Beszélek a partnerekkel, és magával kivételt teszünk. Csak az én esetemben? Hát igen. Nem megyek vissza magukhoz. Azt hiszem, jobb lesz, ha önállósodom. Itt, ahol otthon vagyok, és a magam ura lehetek. Ezt komolyan gondolja? Igen. Jó utat hazafelé, Leonard. Hát jó. Minden jót. Kerítés, tető, ablak, minden megjavítva. Minden jó, Csó. A következő váratlan vendégnek. És a gerincem üzenét köszönöm. Mi történt? Hol van Joe? Elment. Talán Los Angelesbe. Mi? Ezt nem teheti velünk. De. Valószínű, hogy én is ugyanezt tettem volna. Szia, anya. Szia. Mrs. Clark? Joe elment. Igen, tudom. Eljött előtte, hogy elbúcsózzon tőlem. Hogy mondod? Oda ment? Igen, és nekem adta a motorját, mondván, hogy túl öreg hozzá. Vajon kidumálhatta ezt be neki? Nem akartam, hogy elmenjen. Szerettem volna beszélni vele. Beszélni? Mi a fenéről beszélnél még vele? Anya, szükséged van rá, hogy ne rozsdásodj be. Az utóbbi napokban szinte kivirultál. És most mit csinálhatnék? Elment. Repüljek utána Los Angelesbe? Erre semmi szükség. Ismerem a járatokat. Még mindig a pályaudvaron ül és várja a 6 órás vonatot. A motor az ajtó előtt áll. Na? Mi a helyzet? Van olyan jó a derekad, hogy fel tudsz állni? A derekam? Volt baja valaha a derekamnak? Oké.
hogy mit csinálsz? Kapaszkodom. Ennyire? És többé nem engedlek el. Magyar hangok. Tétár Enikő, Pál Tamás, Laudon Andrea, Bozsó Péter, Urbán Andrea, Berkes Bence, Sipos Eszter, Sótonyi Gábor, Barát István, Péter Rihárd, Kis László, Nádasi Veronika, Zöld Csaba, Gubányi György István, Király Adrián, Berzsenyi Márton, Mohácsi Nóra, Fellegi Lénárd. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette.